Kisvárda város önkormányzata 2013-ban nyert támogatást az Északi Kertváros szociális jellegű városrehabilitációjára, a társadalmi befogadást és integráció feltételeinek megteremtésére. A projektet együttműködve az önkormányzattal a kisvárdai görög katolikus egyházközség valósította meg. A Sólya Miklós Szociális Ház ünnepélyes megáldására november 6-án került sor. Nagyon fontos célunk az, hogy itteni lakosságot beintegráljuk. Beintegráljuk, a gyerekeket nyilvánvalóan próbáljuk nevelni, oktatni, olyan szintre őket felhozni, hogy esélyt teremtsünk arra, hogy tudjanak beilleszkedni. A másik része pedig olyan felnőtt képzések elindítása, ami segít abban, hogy szakmát tanulhassanak, illetve ott, ahol élnek, tegyék szebbé a környezetüket. A hölgyeket pedig megtanítani arra, hogy akár mesélni a gyerekeknek, tehát igazi családi közösséget teremteni. És vallom az, hogyha ezt közös erővel sikerül megvalósítani, akkor ki tudjuk őket emelni, be tudjuk őket integrálni a város közösségébe. Az egyház, Jézus Krisztus azt tanítja, hogy szeressük fele barátunkat, és ők is fele barátaink, és föl kell őket emelni, segíteni a felzárkózásban, az integrációban, de leginkább segíteni, hogy emberként tudjunk egymás között élni. Annak örülünk, ha már egy-kettőnek sikerült a felzárkózás, sikerül a szeretet, közösséget kialakítani, már ez nagy dolog. Ez egy nagyon szép beruházás. Mi lesz ennek a szociális háznak a szerepe, milyen feladatot, és főleg, hogy milyen eredményt várnak tőle? Kapu 2 pályázattal nyertük el, közösen az önkormányzattal pályáztunk, a görögkatolikus egyházközség, és kifejezetten szociális házra, tehát mosodát, fürdőt, műhelyt, számítógépes szobát állítottunk be. Egyrészt a mosoda és a fürdő ugye egyértelmű, tehát jöhetnek ide mosni, tisztálkodni. A műhely pedig az, hogy 40x40-es járdalapokat készítsünk velük együtt közösen, és az utcájukba letegyük, illetve a bejárati ajtókhoz vagy az árkokat kiássuk. Ez az egyik dolog. A másik, kismama klubtól kezdve életkörülményeik javítása, főzési tanácsadás, tehát munkatársaink lesznek, akik állandóan itt élnek közöttük, sportpálya, kosárlabda, futballpálya, hogy a gyerekeket itt játék közben is tudjuk nevelni. Az építkezés során milyen fogadókészséget mutattak? Nagyon várták, de nem tudták elképzelni, hogy mi lesz ez, és amikor látták, hogy ez nekik készül ide az ő utcájukba, és ez az övék lesz, akkor nagyon örültek. Közben már a munkatársaink indítottak különböző foglalkozásokat itt ebben az utcában, és örömmel jöttek el ezekre a foglalkozásokra. Dicsér az ég, nap, hold és csillagok, fény és sötét, nap és hanyarok, dicsér a szél, felhő és hóvihar, a víz, a tűz, meg annyi tiszta dallam. Minden mi él, csak téged hirdet, minden dicsér, meg mind a művek, azzal, hogy él, ez zengi néked. Dicsérlek én, dicsérlek téged. Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton. Ma egy új út, egy új lehetőség ajtaját nyitjuk ki a Sólya Miklós nevével fémjelzett közösségi házba. Olyan ember nevével, aki hitvallásában hangsúlyozta, hogy mindannyian kivétel nélkül Isten gyermekei vagyunk. Egyenlőek, és nincs megkülönböztetés. Nem lehet és nem szabad különbséget tenni ember és ember között. Mindenki Isten teremtménye, mindenki Isten képére lett teremtve. Mindenkit megillet az emberi méltóság. Sólya Miklós elmondata a következő volt Máté evangéliumából. A szegényeknek hirdetetik az evangélium.
A Hodázi parókus ezt tette, ez a jelmondott, egybefonódott tetteivel, szándékával. Nekünk feladatunk ma is az, hogy a kisebbség számára megteremtsük a beilleszkedés azon feltételeit, amelyet hittel, tenni akarással párosulva adunk egy új irányt, egy új ötöt mutatva számukra. A mi szándékunk az, hogy a roma kisebbség számára a város által, az egyház által, a civilek által nyújtott kéz, támasz, védelmet nyújtson számukra. Azt mondja Lukács, hogy az Isten országa köztetek van. Én hiszem, hogy akik itt állunk ma, ezt mindannyian átérezzük, még az olyan kicsi gyerekek is, mint ti vagytok. És azt is hiszem, hogy bárhol, bármikor legyen ez az életnek bármilyen szakasza, ezt mindenhol meg tudjuk tapasztalni. De mégis, talán legjobban az Isten országához való tartozást vagy csatlakozást, azt egy-egy közösségben lehet megtapasztalni. Láthatjuk mások arcában, érezhetjük egy-egy beszélgetés során, akkor, mikor tanítunk, akkor, amikor tanulunk, és akkor, mikor adunk, és akkor, amikor gyarapodunk. Büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Büszke az egyház, büszkék a gyerekek, büszkék a város, büszkék a majdan itt dolgozók, majdan itt valamilyen szolgáltatást igénybe vevők, és büszkék azok, akik itt a környéken laknak. Milyen érdekes, milyen sokszor lesajnálják ezt a környéket, hogy hát pezzeg itt vagy ott. És azt gondolom, hogy mi, akik Kisvárdán élünk, mi, akik Kisvárdán dolgozunk, pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk. Tenni a dolgunk, és hinni azt, amit Máté mondott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevembe, ott vagy köztünk. Úgy legyen. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Égnek, földnek dicsőséges Ura, Jézus Krisztus. Hozzád jövünk, előtted borulunk le, a te színed előtt hajtunk térdet, fejet és szívet, és neked adunk hálát ezért a hajlékért, amely hisszük, hogy valóban minden népnek hajléka és oltalma lesz. Salamonnal együtt mi is könyörgünk, te hallgass meg majd az imádságokat, te hallgass meg a fohászokat, amelyek erről a helyről szállnak te hozzád. És te édesatyánk, aki örökkévaló Úr, népeknek fejedelme és mindenségnek királya vagy, ragyogtass föl hatalmadat, ragyogtass föl a te irgalmasságodat. Hadd legyen áldássám minden, ami majd a falak között történik. Köszönjük, édesatyánk, hogy otthonod lesz ez a hajlék. És köszönjük, hogy otthonod akarod, hogy legyen minden ház, minden hajlék, nem csak itt, e ház mellett, ennek környékén, de hajléka legyen itt Kisvárdán, és hajléka legyen az ember szívekben. Magasztalunk téged azért, édesatyánk, hogy hisszük, nevedben is együtt munkálkodhatunk majd ezen. A te irgalmasságodat és kegyelmedet ajándékoz mindnyájan minékünk. Amen. Ma a te házadba kell bemennem, mondta Jézus Zakeusnak, és megnyitott nála egy ajtót, és Zakeus életét boldoggá tette, üdvösséget szerzett neki. A házszentelésünk középpontjában a házba belépő Jézus alakja áll. Mint ahogy annak idején Zakeus házának üdvösséget, boldogságot, jobbulást szerzett, úgy ebben a házban is megjelenik Jézus Krisztus áldása, és bízunk benne, hogy áldásának hatásai is. A házszenteléskor ezekért a hatásokért imádkozunk, hogy üdvösség szálljon azokra, akik ide járnak, azokra, akik itt a környéken laknak. Mert Jézus belépett a házba. És hiszek abban, hogy ahová Ábel atya belépett a szentelt vízzel, oda is az Isten áldása száll. A Sólya Miklós Szociális Ház névadója egy egyszerű, halkszavú vidéki papunk, aki
7 évtizeddel ezelőtt egy pici faluban, itt a megye közepén, Hodászon, elment a Dögösre, elment arra a falu végre, arra a sorra, ahova senki nem járt szívesen. És puszta lépteivel, a putriba való belépésével üdvösséget, szabadulást hozott. Na nem máról holnapra, de 4 évtized alatt alakult ki egy olyan változás, amely ott a környéken is sokak számára érezhető volt. Mind a mai napig megrendülök, ha erre a már elhunyt és valóban életszentség hírében elköltözött atyára gondolok, aki halk szava ellenére is sokakat tudott az Isten szeretetéhez vezetni. Puszta belépésével, a cigánytelepen való mozgásával, Jézus Krisztusnak örömteli üzenetét és a boldogságra vezető utat járhatta ki. Itt ezen a szent helyen most már ugyanígy reméljük az Isten jelenlétét, Jézus Krisztus belépését életünkbe. Bízunk abban, hogy ezen a helyen, a vasútvonal tőszomszédságában, ahol Kijevtől Belgrádig járó vendégek láthatnak egy új házat, meggyőződhet a világ arról, hogy roma és nem roma magyarok itt ezen a helyen együtt építik ezt az országot és az Isten országát. Hogy segítenek egymásnak, hiszen tudják, hogy csak együtt juthatnak üdvösségre, csak együtt boldogulhatnak igazán. Az a segítő jobb, amelynek nyújtását itt, ezen az utcán is sokan érezhetik a mai napon, a következő években is maradjon igazán segítő jobb. Hisszük, hogy Isten jelenléte Jézus Krisztusnak erre az utcára, ebbe a házba való belépése nem csak munkalehetőséget, nem csak kapcsolatot, hanem boldogulást és üdvösséget jelent azoknak, akik itt élnek. Kedves testvérek, tegyünk tanúságot erről az örömhírről, mindazok előtt, akik itt jelen vannak, és mindazok előtt, akik itt járni fognak. Töltsük meg ezt a házat igazán keresztény, Istenhez illő programmal, és adjuk oda szívünket, lelkünket a testvériségért, azért az irgalomteli, emberszerető magatartásért, amelyet Krisztus Urunk tanított velünk, és amelynek itt ebben a megyében egy nagy profétája volt, Sólya Miklós. Tegnap végig gondoltam, lehet-e már közbenjárását kérni oda átról. Igen, én azt kérem, hogy a Jóistennél járjon közbeértünk, hogy ennek a háznak, ennek az utcának a sorsa is valahol úgy alakuljon, ahogyan az ő szeretett kis közösségének a sorsa alakult, ott, ahol az ő belépése által megjelent az üdvözítő Jézus, és megjelent az ő örömhíre. Itt kaptam ki védőnői kinevezést. Akár merre mentem, mindig megismertek a városba a cigányok. Jó barátságban voltam velük, és aminek nagyon örülök, hogy úgy éreztem, hogy amit kértem tőlük tisztálkodás szempontjából, minden gyerekekkel kapcsolatban mindent megfogadtak. És ez olyan jó érzés, hogy mai napig is megismertek. Most is jöttem, és az idősebbje, jaj a védőnénink. Tegnap eljöttem ide levizitelni, vagy tegnap előtt, hogy majd, ha ide jövök, akkor mégis ne legyek olyan idegen. És kerestem a régi házakat, és látom, hogy nincs. Tehát újak vannak, szép, meg van szépülve ez a rész. Ezután lesz nekem élmény, mert fogok annyi időt majd szakítani, hogy időközönként le fogok jönni, és szétnézek, és beszélgetek velük.
aki azt hitte, hogy itt azonnal eredmények fognak jönni, az rosszul gondolta és tévedett. Szerintem nekünk nincs más dolgunk, a megkezdett úton végig kell menni, és mi hiszünk, amit elmondtam a beszédemben is, hogy Isten köztünk van, ezt ők is megérzik, ők is átérzik velünk együtt, és akkor az a mustár meg, amit lehet, hogy 5-10-20 éve elvetettünk, egyszer majd ki fog bújni a kis földből, és majd gyökeret fog vetni, lombot fog ereszteni, gyümölcsöt fog teremni. A túlfenekén, a buborékot vígan eregetném. De gyermeked lettem, köszönöm Istenem, én. Te adtál szívet nekem, és hogy tiszta legyen. Te adtál Jézusom, hogy velem legyen. Gyermeked lettem, köszönöm Istenem, én. November 14-én a debreceni Szent Anna Székesegyházban beiktatták a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye új püspökét, Palánki Ferencet. Az ünnepség kezdetén Alberto Bottari da Castello Magyarország apostoli nunciusa latinul, majd dr. Krakonpergál Zoltán plébános irodaigazgató magyarul ismertette a kinevezési okományt. E questo è uno dei momenti più importanti anche per me, quando posso portare e leggere il documento ufficiale firmato dal Santo Padre con il quale costituisce Monsignor Ferenc Palánki nuovo vescovo di Debrecen. Most következik az a pillanat, azon pillanatok egyike, amelyek számomra is nagyon különlegesek és fontosak. Felolvasom a Szentatya hivatalos dokumentumát, a bullát, amelyel beiktatjuk Palánki Ferenc püspök urat. Franciscus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratre Francisco Palánki, actenus episcopo titolo Fidolomensis et auxiliari metropolite sedis Agriensis, ad Debrecensen nire gazagnan diocesim translato, salutem et apostolicam benedictionem. A pápai bulla felolvasása után Bosák Nándor, nyugalmazott püspök, apostoli kormányzó mondott beszédet. Először is köszöntötte utódját, Palánki Ferencet, majd ezekkel a gondolatokkal adta át a pásztorbotot utódjának. Amikor most jelképesen átadom a pásztorbotot, a gondoskodó vezetés jelképét, fogad azzal a bizalommal és készséggel, amivel annak idején elfogadtad a papi hivatást, és odaadtad életedet Isten és az emberek szolgálatára. Mi pedig, ennek az egyházmegyének papjai és hívei, hasonló bizalommal és készséggel fogadjuk a te szolgálatodat. Az egyházmegye élete, mint személyes életünk is, Isten kezében van, és annak előrehaladása attól függ, ahogyan a konkrét feladatokban, az élet kihívásaiban fölismerjük Isten akaratát, megértjük és igyekszünk követni a Szentlélek indításait. Azt mondtam, hogy az egyházmegye már átlépett a felnőtt korba. De azt is világossá kell tennem, hogy csak egy félig kész egyházmegyét tudok átadni a számodra. Ez vonatkozik a strukturális építkezésre, de vonatkozik a belső tartalmakra is, a papság és a hívek egyre elkötelezettebb életére. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy marad még tennivaló a számodra is. Az egyházmegyének szüksége van a te bölcs, előretekintő és kitartó munkádra. Ezért kívánom, hogy legyen veled a Szentlélek és vezessen szolgálatodban. Te pedig hittel és bizalommal fogad szeretetedbe a rád bízottakat, egyházmegyénk hívő közösségét, akiknek gondozását és gondjait a pásztorbot átvételével most magadra vállalod.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papsága a megyés püspök elé járulva kézfogással fejezte ki tiszteletét és a papszenteléskor tett engedelmesség ígéretét. Az új megyés püspököt köszöntők sorát Veres András szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyitotta meg. Őt Ternyák Csaba egri érsek követte. Majd Fekete Károly református püspök a tiszántúli református egyházkerület nevében, Kocsis Fülöp érsek metropolita pedig a görög katolikusok nevében üdvözölte az új debreceni főpásztort. Pap László, Debrecen polgármestere arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy a 2015-ös esztendő a város életében a jövő számára is érdekes. Ebben az évben ugyanis Debrecen három új püspököt is kapott. A Szent Mise kezdetén Palánki Ferenc megyés püspök köszönetet mondott családjának a keresztény nevelésért, Istennek a papi hivatás kegyelméért, és mindenkinek, aki megyés püspöki kinevezéséig, beiktatásáig segítette, kísérte őt. Külön szeretnék köszönetet mondani Bosák Nándor püspök úrnak, elődömnek, áldozatos munkájáért, mellyel felépítette ezt az új egyházmegyét. Szelídségével, szeretetével, határozottságával, szorgalmával példát adott, hogy hogyan kell a megyés püspöki szolgálatot végezni, és hogyan kell igazán szeretni, hogyan kell megtörni az éhezőknek, a lelki táplálékra szorulóknak a kenyerünket. Különösen is köszönöm azt, hogy atyai szeretettel fogadott a kinevezésem után, és ezután is számítok segítő jelenlétére és tanácsaira itt az Egyházmegyében. Az új megyés püspök, utalva a Szent Mise olvasmányára, az ige betlehemi megtestesülésének képével kezdte homiliáját. Áldás, békesség, erős várom Istenünk, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Krisztusban, kedves testvérek, azt hallottuk a mai olvasmányban, mi alatt mély csend borult mindenre, és az éjjel sietős útja közepén tartott, mindenható igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk, és mint harcos állt a pusztulásra szánt föld közepén. Változhatatlan parancsodat hordozta éles pallos gyanánt, megölt minden gonoszt. A földön állt, de égig ért. A Szentírás ezen szavai az egyiptomi fogságból való szabadulást idézik fel. Isten kiáll a népe mellett, megszabadítja, megváltja, és megbünteti az ellenséget, megbünteti a gonoszokat. Tudjuk, Isten igéje szabadító erővel, hatalommal bír. Éles, mint a kétélű kard. Megítéli az ember szándékait, a szívek és a vesék vizsgálója. Mégis ez az első mondat, hogy mi alatt mély csend borult mindenre, emlékeztet bennünket arra a csendes betlehemi éjszakára, amelyen Isten igéje megtestesülve emberré lett. És nem haragvó, nem büntető, nem hatalmas Istenként jött közénk, hanem kicsin gyermekként, hogy ne féljünk tőle. Az Istentől nem kell félnünk. Isten igéje szeretetből és szeretettel jött, és jön ma is közénk. Ez a szeretet szíven talál bennünket. Ezt a szeretetet befogadva engedjük, hogy hasson ránk, hogy átjárjon bennünket, hogy túlcsorduljon rajtunk, és általunk is világra jöhessen az Istennek a szeretete, az Istennek az igéje. Testvérek, megdöbbenve hallhattuk a híreket. Hány és hány embernek kell még
meghalnia gyilkos kezek által, hogy végre elfogadjuk, hogy azért vagyunk a világon, hogy szeressük egymást, hogy segítsük, és ne gyilkoljuk és pusztítsuk. És ezekben a napokban, ebben az értékeket pusztító világban kell nekünk Isten szelíd szeretetével szeretni. Erre kaptunk meghívást és küldetést a keresztségünk révén, amikor Isten gyermekei lettünk. Legyünk hát Isten jó gyermekei. És ha megkérdezzük, ki a jó gyermek, rögtön mindjárt rávágjuk, aki szófogadó. Olyan szép a magyar nyelv, amikor azt mondjuk, hogy szófogadó, fogadja a szót, fogadja az igét, az isteni igét. És hogyha szívünkbe fogadjuk ezt az isteni igét, ez az ige hat ránk, hiszen az Isten igéje az maga Krisztus. Őt fogadjuk. Ő az, aki eljön, és ma is szól, és ma is akar bennünket indítani, küldeni, hogy legyünk az ő szeretetének képviselői. Nem azért szeret, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk. Azáltal tudunk jók lenni, ha válaszolunk erre a szeretetre, mert ő választ, viszonzást vár tőlünk. Átformál, átalakít és küld. Legyünk az ő szeretetének a hírnökei, de állandóan hív bennünket, mert azt mondja, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad ebbe belefáradni. És az a szüntelen imádság, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle szóbeli imádságokat szünet nélkül mormolunk, hanem azt jelenti, hogy szünet nélkül nyitva van a szívünk Isten jelenléte előtt. Szüntelenül kapcsolatban állunk az Istennel, az ő jelenlétében élünk, és Isten szüntelen megdicsőítését tartjuk életünk szolgálatának. Dicsőíteni az Istent. Ez mindannyiunk hivatása, ott, ahol élünk. Dicsőíteni az Istent, mert ahol az Isten dicsősége, ott van a mennyország. És ebben a dicsőségben lehetünk igazán boldogok, és az Isten dicsőségét szolgálva tehetjük egymást boldoggá. Sokan kérdezték tőlem az utóbbi napokban, hogy hová teszem a szolgálatomnak a hangsúlyát. Az első hangsúlyt Isten dicsőségére teszem. Isten országának, Isten úrságának az építésére. És ebben legfontosabb munkatársaim, a paptestvérek, ezért hangsúlyozom a velük való személyes kapcsolatot. Az első hangsúly a személyes kapcsolat, hogy építhessük, szolgálhassuk Isten dicsőségét. A személyes találkozások, a jobbító szándékú beszélgetések, a szeretet áramlásának a lehetőségei, és minden szeretet megnyilvánulás Isten megnyilvánulása, hiszen Isten a szeretet. Együtt találkozni Istennel megerősíti a hitünket. Személyesen szeretnék ezért beszélni minden paptestvéremmel az elkövetkezendő hónapokban, hogy erősítsük egymás hitét. A második súlypont a családok megerősítése. Szentatyánk Ferenc pápa szándéka szerint immár két püspöki szinódus témája volt a család. Erdő Péter bíboros úr egyik nyilatkozatában így fogalmazott: az egyes tapasztalatokból, javaslatokból egy újfajta egyház képe bontakozott ki. A családokból álló közösségek szerepe a hit átadásában, a nem hívő világ felé irányuló misszióban,
de az összes emberi problémában való segítés terén is, vagyis az egyházi közösségek a plébániák építésében és hordozásában, ez lenyűgöző kép, ami korfordulót mutat, mert ezt nem mi csináltuk, nem mi szerveztük, nem az íróasztalnál találtuk ki, hanem a Szentlélek érlelte meg. És ennek fényében értelmezem Bíró László családreferens püspök úr gondolatát, ki azt mondta, a családpasztoráció az nem réteg pasztoráció, hanem a pasztoráció. A családokkal való foglalkozás, a jövővel foglalkozás. És úgy foglalkozunk a jövővel, hogy az már a jelen. A harmadik hangsúlyt pedig, testvér egyházakkal való kapcsolatra, az ökumenéra helyezem. Valóban az egyház szüntelenül rászorul a megújulásra, és ez a megújulás, ez a reform, ez azzal kezdődik, hogy én magamat formálom át, hogy én magam megtérek, hogy egyre inkább Isten szeretetére figyelek, és Isten kegyelmével együttműködök. Ezért a testvéri együttműködésre, a testvér egyházak közötti testvéri szeretetre teszem a hangsúlyt. Az ökumené olykor lelassul, talán megtorpan, de hiszem, hogy megállíthatatlan, mert a Szentlélek irányítja, vezeti a benne hívők szívén keresztül. És a negyedik hangsúlyt az ige hirdetés szolgálatára helyezem. Ferenc pápa az elmúlt héten püspököt szentelt Rómában, a Lateráni Bazilikában, és így szólt az új püspökhöz. Az emberek közül és az emberekért választottak ki téged az Isten dolgaiban. A püspök neve és feladata nem annyira a tisztelethez, hanem a szolgálathoz kötődik, az Úr parancsa szerint. Hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, figyelmeztes, buzdíts, de mindig gyengédséggel, nagy lelkűséggel és tudással. Szavaid legyenek egyszerűek, hogy mindenki megértse, és ne tarts hosszú beszédeket. A homiliák közvetítsék Isten kegyelmét, de legyenek egyszerűek, és mindenkit indítsanak arra, hogy jobbá váljon. Szeretném tehát hirdetni Isten igéjét, hogy mindenkit arra indítsak, hogy jobbá váljon, hogy segítsek ebben, és ha majd eljön az emberfia, mert mindannyiunk életében eljön a végső pillanat, akkor találjon hitet itt a földön, a mi szívünkben. Szeretném ezért tehát megfogadni a Szentatya szavait. Most befejezem, de kérek mindenkit, imádkozzon értem, hogy Isten igéjét fogadva, befogadva és megfogadva az ő szeretetével szeressek, szolgáljak, és legyek hiteles tanúja, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Ki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye új püspöke, ünnepi székfoglaló szentmisét mutatott be másnap Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. A szentmise kezdetén Tóth László, a Társszékes Egyház plébánosa felolvasta a pápai kinevezési bullát, majd köszöntők hangzottak el. A szentmise homiliájában a főpásztor a napi evangéliumra utalt, amely a végidőkről tanít. Krisztusban szeretett testvéreim, köszönöm, hogy énekelték a Jöjj Szentlélek Úristent. Nagy szükségem van a Szentlélek segítségére.
Mindannyiunknak nagy szüksége van a Szentlélek útmutatására, mindannyiunknak nagy szüksége van nyitottságra, hogy be tudjuk fogadni az Isten üzenetét, és meg tudjuk fogadni az ő indítatásait, hogy jó indulatúak legyünk. Én most indulok ezen az úton, tanulom a megyés püspökséget, mint hivatalt, mint szolgálatot, és ezért nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és imádkoznak értem, imádkoznak velem. Együtt Istenhez fordulni segít bennünket abban, hogy mindenki ott azon a helyen, ahol szolgál, ahol másokért él, megállja a helyét. Együtt Isten felé fordulni bátorítást ad, hogy nem vagyok egyedül, hogy nem vagyok egyedül magamra hagyatva abban a szolgálatban, amelyet az Isten rám bízott, mert a többiek imádságos jelenléte segít, hogy megérezzem Isten jelenlétét is. Mert a szeretet megnyilvánulása Isten jelenléte. Minden szeretet megnyilvánulás Isten megnyilvánulása. A mai evangéliumban a végidőről hallottunk tanítást. Jézus arról beszél, hogy milyen jelek lesznek, és hogyha odafigyelünk erre a tanításra, akkor azt láthatjuk, hogy ez bizony félelmet kelt. És még inkább átérezzük az elmúlt napok eseményei következtében, hogy milyen az, amikor a világot összetartó erők megrendülnek. Amikor a megszokott normális kerékvágásból kilép az élet, és már semmi sem úgy működik, mint azelőtt. Magyarországon még nincs ilyen, talán nincs ilyen veszély, de nem tudjuk, hiszen ez nem olyan nagy távolság. És ott, hogyha valaki éppen ott jár az utcán, Párizs utcáin, akkor félelemmel a szívében járhat, kellhet, hogy hol lesz a következő robbantás. Átérezhetjük Jézusnak a tanítását, hogy ez nagyon is időszerű és aktuális a mi életünkben is, hogy milyen nehéz világban élünk. Nagyon sokszor ez a félelem megkötöz bennünket, és semmit sem tudunk tenni. A félelem megköti az embert, és nem tud szeretni. Jézus nem félelmet kelt bennünk, amikor erről a végidőről beszél, hiszen ő az élet teljességéről beszél. A diakónus azt mondta, hogy evangélium, és az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Akármilyen sötét is ez a kép, hogy a világot összetartó erők megrendülnek, ez a bűnről szól, mert a világot a szeretet erői tartják össze, és a bűn megpróbálja felborítani. De végül is Jézus az életről beszél. Arról beszél, hogy igenis vannak mulandó dolgok, és vannak maradandók. A mulandó dolgok, amelyek között élünk, amelyeket használunk nap mint nap, ezek is nagyon fontosak. Szükségünk van a mulandó dolgokra, de a mulandó javakat,
dolgokat, eszközöket soha nem szabad célnak tekinteni, és mindig úgy kell használni, mondja Loyolai Szent Ignác, hogy bennünk az életet szolgálja. Amennyire segít bennünket a végső célunk elérésében, annyira kell a teremtett dolgokat használni. A teremtett dolgok közé tartozik az a sok-sok szépség, ami körülvesz bennünket. És ezt a szépséget odatárja elénk az Isten. De nem azért, hogy a szépséget imádjuk, hanem azért, hogy a szépség teremtőjét imádjuk. A szemünk elé állítja a szépséget, az értelmünkbe adja az igazságot, és a szívünkbe a jóságot, hogy mindezek forrását imádjuk. Hogy az Isten meghívott bennünket, hogy helyes értékrend szerint éljünk, és ez a helyes értékrend, ez abból indul ki, amit Jézus mondott Mártának, hogy sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Tehát az első lépcső a szükséges. Ezután jön csak a hasznos, és csak ezután jön a kellemes. A mai világban megfordult ez a rend. Először is mindig azt keresik, ami kellemes, amikor jól érzem magam, tele van a televízió gasztronómiai műsorokkal, hogy minél nagyobb élvezetben legyen részünk az étkezéskor, és milyen finomakat tegyünk. Nagyon finomakat fogunk enni most is az ebédnél, remélem. De nem ezen van elsősorban a hangsúly, hanem az, hogy együtt vagyunk, és hogy kikkel vagyunk együtt. És együtt szeretetben még a zsíros kenyér is jobban esik. A mai világ azt mondja, kellemes, ehhez sok pénz kell, tehát utána jön a hasznos, és aztán már, hogy szükséges-e vagy sem, ez már sokadrangú kérdés. És közben elfeledkezünk arról az egy szükségesről, magáról az Istenről, akire Jézus tekint, akire Jézus irányítja a figyelmünket. Azt mondja, igenis vannak maradandó értékek, maradandó dolgok. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Az Isten szeretete, vagyis maga a szeretet és annak művei, ezek az örök maradandó értékek. Az Isten szeretete, amely eléri a mi szívünket is. Így is mondhatjuk, hogy szíven talál bennünket, mozgat, motivál, erősít, bátorít, hogy ne féljünk ebben a mai világban, mert ne felejtsük el, mindig mai világ volt, és most is mai világ van. És nem ez a kérdés, hogy most milyen ez a világ, hanem az a kérdés, hogy a mai napon mi milyenné formáljuk a világunkat. Azt a világot, ahol élünk, azt a közeget, azt a közösséget, akikkel a mai napon találkozunk, hogy tudunk-e szeretetben találkozni, tudjuk-e egymást segíteni, bátorítani? Tudjuk-e egymást boldogabbá tenni? Tudunk-e egymásnak segíteni, hogy ne a sok rosszra figyeljünk, amely félelmet kelt és megkötöz, hanem figyeljünk arra, amire Jézus figyelt, és amire Jézus irányította a mi figyelmünket is. A kapcsolatra. Az Istennel, a szeretet forrásával való szeretet kapcsolatra, és az egymással, az emberekkel való szeretet kapcsolatra, az ő tanítására, az ő igéjére,
vagyis az ő szeretetére, amely soha el nem múlik. A maradandó teremtmény az ember. Így földi életünkben, testünkben véget ér a földi élet majd előbb-utóbb. De mégis az ember, az maradandó, az örök. Mindannyiunknak örök életünk van. Szentatyánk ezért hívta föl a figyelmemet a kinevező bullában arra, hogy az élet kenyerét kell osztani mindenkinek, mert aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Ezt a szentmisét, az eukarisztiát szeretném szolgálni. Ilyen szép asszisztenciával, vagy csak egyszerű magánmiseként, de mindenképpen oda téve a rám bízottakat Krisztus mellé, Krisztushoz, a kis tányérra, hogy Krisztus alakítsa, formája a mi áldozatunkat is Isten dicsőségére és Isten dicsőítésé, hogy legyen a mi életünk valóban az Isten dicsőségére leélt élet. Kedves testvérek, megkezdett örök életünk van. Aki hisz bennem, még ha meghalt is él, mondja Jézus. És ez az ige, ez maradandó, ez örök ige. Tehát az a kérdés, hogy ezt a mai világot, a mai helyzetet mi hogyan formáljuk. És nem csak a nagy távlatokra figyelünk, hanem a jelen pillanatra is. Mert ha a jelen pillanatot sikerül szeretetben megélni, minden pillanatunkat sikerül szeretetben megélni, minden pillanatunk örök távlatot kap. Megnyit bennünket az örök a végcél felé. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak értem, kérjék minden nap a Szent Lelket, hogy az ő indítatásait jó lélekkel tudjam fogadni, mindig jó indulatú legyek mások felé, mások szolgálatára, ahogyan a köszöntésben is hallottuk, hogy az életemet is odaadva. Ezért az egyházért, ezért az egyházmegyéért. És még egy gondolatot hadd tegyek ide a végére. Nagyon köszönöm Atanász püspök atyának az együttműködést, a segítséget, amelyet együtt kezdtünk már a központi szemináriumban, ott a közös szolgálatban. Valahogy a Jóisten mindig összehozott így bennünket, hogy fölkészítsen a közös feladatra. És most, hogy ide kerültem az egyházmegyébe, a Nyíregyházi Egyházmegye élére új apostoli kormányzó kerül nem sokára, vele is ilyen szeretetteljes kapcsolattal szeretnék szolgálni. Itt ebben az egyházmegyében a rábízottak, a rám bízottak javára. Én sokfelé nyilatkoztam, hogy szívügyem az ökumené, a testvéregyházakkal való szeretet kapcsolat, testvéri szeretet, mert az ökumené az az Istennek az ügye. Egyféle keresztény van csak, ha valaki életre váltja Krisztus tanítását. Ki ilyen, ki olyan felekezetben, de egymás segítenünk kell, hogy mindannyiunkon egyre inkább megrajzolódjék Krisztus képmása, és a krisztusi szeretet életre váltásával mindannyian maradandók, örök életűek legyünk. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben való most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Én vagyok.
hálásan köszönöm a kedves köszöntést, az imádságot. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy ilyen szép számmal összejöttek. Kíváncsiak voltak, hogy na milyen az új püspök. Hát ilyen. Nagyon köszönöm, hogy Ábrahámnak azt mondta az Isten, hogy a három ígéret mellé oda tett még egy negyediket is, hogy te magad is áldás leszel. Imádkozzanak értem, hogy áldás lehessek ennek az egyházmegyének, és én is azért imádkozom, hogy mi mindannyian áldás lehessünk ott, ahol élünk, ott, ahol szolgálunk, ahol szeretünk. Az Isten nagyon szép feladatokra hívott bennünket, mindannyiunkat, és azt tanította nekünk egy professzor, egy görög katolikus atya, hogy elsőre kell jól élni. Elsőre kell jól dönteni, elsőre kell jól szeretni, és elsőre kell jól meghalni. Akkor lesz az élet teljessége a mi osztályrészünk. Hát így kérem akkor Jóisten áldását mindannyiukra. A magyarok nagyasszonya és egyházmegyénk védőszentje Szent László király közben járására áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el szíveteket üdvet adó bölcsességgel. Amen. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.